Jó estét kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. Különös tekintettel Tűr László mondhatom egy kollégámra, hiszen ő fizika, kémia, én pedig biológia, kémia szakos tanár volnék. Mondhatnám azt, hogy dobogó szívvel állok ezen a dobogón, mert hogy ami most állok ennek a dobogónak jelentősége van a mai előadásban, az előadás egy évvel ezelőtt hangzott volna el, ha lett volna a dobogó. De azt mondta Tűr Laci bácsi kollégám, hogy ő nem látszik, hogyha a dobogó nélkül tartozik, és egy évet vártunk a dobogóra, meg lett, a hétvégén beszerelték, és rögtön meg is tartjuk az előadást. Annak idején egy olyan iskolába kezdtem el tanítani, a Szegedi Pér István gimnáziumba, ahol hát nem volt még minden felszerelés úgy, ahogy kellett volna. És nekem nagyon fontos volt kémia szakosként, hogy azért elmondjam, hogy az élet dolgai és a kémia dolgai azok mennyire fontosak. És az első órámat tartottam kémiából, osztályfőnökként a fiú osztályomnak, akkor 6. óra volt aznap, az első tanítási nap a Szegedi Pér István gimnáziumban. Mondtam, a gyerekek, a kémia a legfontosabb tantárgy a világon. Elkezdtek röhögni. Na, mit röhögtök? Hát minden talán ezt mondta, aki előttünk volt, a magyaros történelmes matekos, mondta, igen, de mind atomokból állnak. Úgyhogy így aztán tudható, hogy ez a legfontosabb tantárgy, és aztán akkor jöttem rá, hogy van valami sikere a kémia oktatásnak, amikor egyik szülőket odajött hozzám az egyik szülő, és azt mondja, hogy tanár úr, mit tanít maga az én fiamnak? Mire tetszik gondolni? Vasárnap azt mondta nekem, hogy apuka, kérek még abból a kolloidból. Ugye puding volt a ebéd után is, megtanítottam, hogy az kolloidból készült, tehát akkor ezt így érdemes volt megtanítani. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kísérletezés egy olyan része a tanításnak, ami nélkül szerintem nem is lehet tanítani. És visszatérve az első órán, amikor nem voltak felszerelések, elővettem így a kezemet, és mondtam, a gyerek, látjátok, kezemben van egy kémcső, látjátok? Igen, talán látjuk, és most öntök bele egy lila folyadékot, ez a kálium permanganát. Ott az a különbség ez óra és a mai óra között, hogy itt látható kísérletek lesznek. Nagy öröm számomra, hogy körünkben üdvözölhetjük Tűr László tanárat, aki a látványos kísérletek mestere, és aki azokat is megszólítja, akik sosem voltak talán a fizika közelében. És nagy örömmel látom itt, hogy kis diákoktól kezdve, hát éremelettebb korú felnőtteig itt vagyunk, ami azt jelenti, hogy a fizika is univerzális, hiszen az univerzumról szól. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Laci bácsinak, ha mondhatom így, hogy eljött a mai előadást megtartani. Sokat kínlódtunk azzal, hogy mindenki lásson, próbáltunk mindent elkövetni, reméljük ez sikerülni is fog. És hát azt látom, hogy hát te ismételten teltház van a Cervéri Szabad Egyetemen, a Tankerti Szabad Egyetemen, úgyhogy ezt mindenki, nem tudom, hogy lehet-e jó szórakozást kívánni. Igen, egy kísérlethez, úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, és köszönöm, hogy eljöttetek, figyeljünk jól, a fizika érdekes. Köszönöm szépen a bevezető szavakat, és igazán túlzás engem ilyen mesternek szólítani. Én csak egy szerény fizikatanár vagyok, és nagyon örülök neki, hogy ilyen érdeklődés van az én tudományom iránt. A mottónak Juhász Gyula egy mondatát választottam, amit már itt előbb is kivetítettünk, ami szerint a tanár az a gyerek, aki legtovább jár iskolába. Hát én 60 éve járok az iskolába. Hála jó Istennek, ezért a bácsi már kijár nekem. Úgyhogy ilyen bácsi-szerű gyerek vagyok, vagy tanár vagyok, mert hogy az egész dolog, tévések is kérdezték, hogy honnan van ez a kísérlet szeretet. Hát a gyerekkorból. Gyerekkoromban mindenféle játékot kipróbáltam, és csináltunk eszközöket. Hol volt még akkor az én fejemben a fizika, amikor ilyen távrecsegőt csináltunk boxos dobozból, meg madzagból, meg kiástuk a földet, ilyen félkör vagy kör gömbszerűen kihánytuk a gödörből a földet, és körbe bicikliztünk. És hol tudtam még én akkor a centripetális erőt? Sehol. Nem tudtam, de gyerekként kipróbáltam, mert láttam a cirkuszban, hogy azok még fejjel lefelé is tudnak menni, és ez szöget ütött a fejembe, mint gyerek, hogy én ezt megpróbálom megcsinálni. Hát odáig sikerült is,
hogy ilyen 60 fokos szögbe körülbelül bedőltünk a biciklivel, és körbe mentünk abba a földhányásba, ami hát gömbnek nem nagyon volt nehezhető, de tökéletesen működött. És sorolhatnám tovább ezeket a gyerekkori élményeimet, imádtam. Mindenfélét kipróbáltam, és innen származik a kötődés. És ezért örülök a sok ragyogó szempárnak, az ifjúságnak, meg a korosabb fiataloknak is, hogy eljönnek ide, és visszacsöppennek a gyerekkorukba, remélem. Tehát olyan kísérleteket hoztunk most is ide, amivel hát az ember egy részével találkozik a konyhába, otthon, a háztartásba. De nem biztos, hogy fölfigyel rá, hogy emögött ilyen jelenség van, és én ezekre próbálom ráirányítani a figyelmet. Aztán persze lesznek olyanok is, amiket a technika segítségével azért már föltupíroztunk egy kicsit, de úgy gondolom, hogy érdeklődésre számot tartó dolog ez, és mindenkit megnyugtatok. Tudom, hogy a piacon megállítanak, és azt mondják, hogy tanár úr, én nagyon utáltam a fizikát, tessék elhinni, nekem nem való ez. Mindenkit megnyugtatok, nem lesz visszakérdezés, nem száraz dolog lesz, ez itt show. Tehát itt lehet élvezkedni. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, a brutális fizikát sokan látták a spektrumon. Hogy ez nem brutális ez a fizika, az is egy műfaj, az is egy szép dolog, de ez inkább szórakoztató. Szórakozzunk együtt, mert én élvezem. A tanítványai mondják, tanáról látszik az arcán, hogy élvezi. Hát valóban, én ezt nem tagadom, én 60 év után is gyerek vagyok, és élvezem. Na hát vágjunk a közepébe, és imádkozzunk a Murphyhez, hogy az eszközeink működjenek, reméljük, hogy minden rendben lesz. És akkor kezdjük rögtön egy olyan kísérlettel, ami hétköznapi és otthon van, ez a porszívó. Csak hogy meg a pingpong labda is megvan talán. De a kettő együtt, ez olyan porszívó, amely fújni is tudja, a mostani porszívók már nagyon kevés kivételtől eltekintve nem nagyon tudják, hogy fújásra is használhatjuk, csak szívásra. És hát ebbe a levegő áramba a pingpong labda, én itt nyugodtan járkálhatok, ő ott marad. Hát mi ez, ha nem csoda? Hát ez fantasztikus. Hát nem? Kérem szépen, ezeket a kísérleteket szeretjük, és én egykori szakfelügyelőmtől tanultam, hogy döbbenet kísérletet kell bemutatni. Megdöbbentse a hallgatóságot, hát ugye ott az iskolában a gyerekekről van szó, itt meg a hallgatóságot, hát remélem lesz több olyan kísérletünk is, amit megdöbbentő a hétköznapi ember számára. Hát ebben az esetben ugye a levegő ott áramlik a pingponglabda mellett, és hogy miért nem megy ki ebből a levegő áramból, meg a gravitáció miért nem hozza le a földre, ami általában ugye a pingponglabdáknál is megszoktuk, hogy ez is leesik, hát ez is normális pingponglabda, meg a gravitációs normális, itt is működik, nem tudtam kikapcsolni, dobogó ide vagy oda. Ettől függetlenül azért ez még itt is működik a dobogón. Tehát működik, és mégse esik le, mégis ott marad, és én járkálhatok vele. Hát ez nagyon egyszerű a magyarázat, és ez lesz vékonyra fogva, tehát a fizikai magyarázatot igyekszem csak óvatosan csepegtetni, hogy ne aludjon el a közönség a menet közben. Tehát azt mondja egy Bernoulli nevű törvény, fizikai törvény, hogy ahol nagyobb a sebesség, ott kisebb a nyomás. Hát ott oldalt összetorlódik a levegő, és nagy sebességgel áramlik, ott kisebb a nyomás, mint kívül mellette, és mint egy fal, mint egy cső. Ez a levegő áram körbeveszi a pingponglabdát, tehát oldalra ezért nem tud kiesni. Lefelé pedig alulról is nyomja fölfelé ez az áramló levegő, és a gravitációval szembe ott tartja, de ha nem lenne oldalt ez a csőszerű valami a Bernoulli törvény miatt, akkor bizony kiesne ebből és leesne a földre, tehát ezért marad ott. Tulajdonképpen a nagy elődünk, öveges professzor, akit mindenki ismer, őt nem lehet utánozni, én csak próbálok
a nagyon-nagyon közelébe kerülni, amennyire lehet a szórakoztatást illetően, hiszen ő volt a csúcs ebbe a szakmába, és generációk nőttek föl, többek között a mi generációnk is, Öveges József tanítása és kísérletei. Igen. Lekapcsoljuk a villany, és a... Igen. Egy varázsgömböt hoztunk ide, de mindjárt át kéne dugni a kivetítőt, tehát itt a vázlat, az igen, így a legjobb a varázsgömb egyébként. Ennek a gömbnek a belsejébe több tízezer volt feszültség van mesterségesen, a 230-ból föltupírozva, föltuningolva, és több ezer herces ez a áram, ami azt jelenti, hogy életveszély nincsen, tehát nem fog agyon csapni engem, viszont nagyon érdekes a jelenség maga, nevezetesen ez a fényjelenség, ami olyan, mint egy UFO, és ha én oda teszem a kezem, akkor oda jön a villám is az én kezemhez. És tudom irányítani, vagy akár két helyre is. Ennek a magyarázata, az tulajdonképpen majd a vázlatban benne lesz, de a lényeg az, hogy belül gáz van, és ez a gáz vezetővé válik, elektromosan vezetővé válik, és ráadásul még úgy válik vezetővé, hogy fényjelenséget is produkál, ahogy a fénycsővel megszoktuk, hogy fényt is generál, de nézzük csak meg a fénycsövet, hogy milyen érdekes dolog mutatkozik, ha én ide tartom a közelibe. Nincsen bekapcsolva a hálózatba, és mégis világít a fénycső. Hát itt olyan elektromos tér van körülötte, ami világításra készteti. Sőt, tessék megnézni, ha én a felénél megfogom, akkor csak odáig világít. Hát nem érdekes ez? Hát dehogy nem érdekes. Mitől van ez? Hát attól, hogy ezek a töltések az én kezemen keresztül mennek a Földbe, és én földpotenciált képviselek az ő fizikus szempontból, vagy fizikus fogalmazásba, és odáig mennek csak, tovább nem. De ha a végét fogom, akkor a végéig mennek, és képes ez az elektromos tér, ami körülveszi ezt a gömböt, ezt a fénycsövet is működésre késztetni. Tehát ilyen csodák vannak a környezetünkben. Ezt a készüléket egyébként ajándékboltba lehet venni, nem is különösebben drága pénzért, és a fénycső is ott van a környezetünkben. Bocsánat, csak közben én megmutatnám a vázlaton a további részeket. Tehát minden különösebb gond nélkül ez beszerezhető és használható akár dísznek is, de egyúttal értékes kísérleteknek is. Következő ilyen csoda, túllépünk ezen. A kezemben van 2, 4, 6, 8, 10, 12 darab jó méretes szög, és itt a 13. Az a feladvány, hogy ezt a 12 szöget rá kéne tenni ide a tetejére, hogy megálljon itt és ne essen le. Hát ezt az ember úgy gondolná, te mit gondolsz, rá tudnád tenni? Nem vállalkozol rá inkább. Én is azt mondom, hogy elsőre én sem mertem rá vállalkozni. Statika egyensúlyok, ugye a hidak, házak egyensúlyban vannak, ezt is megpróbáljuk egyensúlyba hozni, ezeket a szögeket. Majd látni fogják, hogy hogyan rakom egymásra a szögeket, és akkor kiderül, hogy hogy marad meg a 12 szög a 13-on. Föl fogom emelni, és látni fogják. Igen, a PowerPoint-os rész jött vissza, nem baj. Tehát összeraktam a szögeket ilyen módon alul fölül egy, és mint a háztető a többi,
és majd mindjárt kivetítjük, és most ide a szög, hálószög tetejére oda teszem. Tessék nézni. Nem azt mondom, hogy otthon a szobába ilyet kell kitenni, de miért ne? Nekem van ilyen otthon a szobában. Bocsánat, közben a vázlat visszajött, ha megtalálom a prezenteremet, akkor léptetjük is. Ott van, köszönöm. Tehát az előző kísérletnek a vége az gyakorlatilag, a fénykard is így működik, hogy ez az áramvezetés létrehozta, és akkor itt pedig a szögeket, ez egy kisebb méretű szöggel készült, ez meg nagyobb, hogy jobban lehessen látni, minden gond nélkül, gyakorlatilag úgy kell őket felrakni, hogy összefogják egymást, és a súlypontja az lentebb legyen a szögeknek, ezt tudjuk a statikából, és nem tudom mennyire haragszanak meg a magyar szakos kollégák, ha én itt egy József Attila sort ideírok. Nem tudom, mennyire erőltetett ez a dolog. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát. És így mindegyik determinált. Tehát nekem eszembe jutott József Attila erről. Nem baj, ha a fizikusnak ilyesmi eszébe jut. Ugye, hogy nem baj. Én örülök neki, ha ezt mondják. Szóval, a következő percekben álló hullámokkal kísérletezünk. Első körben olyan furcsának tűnik, ha a vízhullámra gondolunk. A vízhullám az halad. Meg minden hullámról úgy gondoljuk, a telefonhullámok is, amit nem látunk, de haladnak. Hogy akkor most hogy lesz ebből álló hullám, olyan ellentmondásosnak tűnik ez a dolog. Úgy tűnik, hogy a hullámoknak a mozgás az lételeme, és mi meg itt meg akarjuk állítani. Hát akkor nézzük meg fizikailag, hogy lesz ebből. Hát úgy, hogy találkozzon két hullám, és bizonyos feltételek esetén ezek álló hullámot tudnak létrehozni. Például, ha egy húron folyamatosan indítunk hullámokat, és a végéről visszaverődik, akkor minden további nélkül álló hullám is kialakulhat. Most először nagyba próbáljuk meg ezt. Talán nem kell, nem kell. Ezt lehet látni, hogyha félreteszed addig. És ez egy lágy rugó, és ilyen hosszú rugó azért, hogy most te csak fixen tartsad, azért, hogy először nézzük meg, hogy a hullám hogy jön létre. A hullám úgy jön létre, hogy ezen a rugalmas szalagon, rugalmas közegbe egy zavart hozunk létre, én megütöm. És tessék nézni, oda-vissza szaladgál valami. Jól lehet ezt látni? Még egyszer följebb is emeljük, tessék nézni, hogyha én megütöm, oda-vissza a rögzített végek között, oda-vissza szaladgál. Hát ez a hullám. Valami zavar, valami energiát belevittünk, és oda-vissza szaladgál. Ezt kell kihasználni az álló hullámhoz is. Anélkül, hogy mélyebben belemennénk, ez a fizika órára tartozik, majd a fizikus megtanítja, mi csak a látványba gyönyörködünk, és megnézzük, hogy hogy lehet akkor létrehozni ebből álló hullámot például a húros hangszereken. A húros hangszer, a gitár, a zongorában is, csak az nem látszik, a hegedű, és a brácsa, és a nagybőgő, ezek mind húros hangszerek, tehát ismerjük, és ezt most utánozzuk ezzel a kalapgumival. Kifeszítettem itt egy kalapgumit. És ha megpendítem, akkor gyakorlatilag a gitár, mintha a gitárhúrt pendítenék meg, itt kialakul egy álló hullám. De ha én az egyik végét folyamatosan rázom, mintha itt az előbb a rugó végét én, az én kezem folyamatosan rázna, a tanár úr meg csak fogja, akkor oda-vissza
tud menni ez a hullám, és bizonyos feltételek esetén, ami itt látható a képen, ez a berendezés fogja megmondani nekünk, hogy mekkora frekvenciával, tehát más percenként hányszor mozgatja meg ezt a végét a készülék. Mindjárt el is indítjuk. Tehát lehet látni, most még tulajdonképpen csak éppen rezeg, 11 Hz körüli frekvenciánál tartunk, és én most növelem a frekvenciát. Tessék nézni, olyan 13 Hz környékén egy duzzadó hely jött létre a közepébe. Amikor a gitárhúrt megpengetjük, meg rezgésbe hozzuk, akkor ez a kép alakulna ki, ha látnánk. Itt most a kalapumi abban segít meg a kinagyított fölvétel, hogy ténylegesen lássuk ezt az álló hullámot. De nézzük csak, meg ha a frekvenciát megduplázom, itt látszik az ujjamnál, 13,4 Hz, ha 26 körül, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 körül, tessék nézni, 26 Hz-nél az újabb álló hullám kép, ami azt jelenti, hogy itt duzzadó hely van, meg itt is duzzadó hely van, és itt csomópont van, hozzáérhetek, gyakorlatilag az álló helyben van. És ki lehet mutatni, hogy ez frekvenciában, mint ahogy láttuk a kalapguminál is, de a gitárhúrnál, zongoránál, többieknél is, ez az oktáv hangnak a frekvenciája, az alaphang kétszerese. Zenészeknek is szoktam előadást tartani, és nagyon csodálkoznak rajta, hogy ez ilyen egyszerű. Hát ilyen egyszerű. Ez frekvenciában pont a kétszerese, az oktáv hang az alaphangnak. De tudunk tovább bűvészkedni, még 13-at, ha hozzáadunk, akkor kialakul az újabb álló hullám, tessék nézni. Két belső csomóponttal, és három duzzadó helyjel. Ez a következő úgynevezett felharmonikus, ezek mind szólnak, ha megpendítjük a gitárhúrt, vagy megüti a kalapács a zongorahúrt, csak sokkal kisebb intenzitással, mert ezeknek az amplitúdója, ezeknek a felharmonikusoknak az amplitúdója sokkal kisebb, és így a hangereje is. De ott szól a háttérbe, és ez adja a színét a hangnak, azaz meg tudjuk különböztetni azáltal, hogy milyen erősséggel szólnak ezek a felharmonikusok az alaphang mellett, hogy zongorából vagy gitárból jött az a normál A hang, amit megszólaltatnak. Tehát ez adja a színét a hangnak. Még tovább is lehet fokozni az élvezeteket, újabb 13 Hz-el növelem a frekvenciát, én oda se nézek, csak azt nézem, hogy hol jön létre, tessék. És akárhány ilyen félhullámhozt rá lehet tenni erre az adott hosszúságra. Köszönöm szépen. Most megcsináljuk azt a mókát, hogy a húrt azt összehajtjuk képzeletbe. Hát nyilván ez gumiból nem lehet megcsinálni, de egy zongora húrból minden további légű meg lehet csinálni, hogy egy kör alapúra összehajtjuk, és azon próbálunk álló hullámot varázsolni. Tessék megnézni. Tehát ide teszünk zongora húrból összehajlított gyűrűt. Mennyire látszik ez? Nagyon jó. És újra ráeresztjük a rezgést. De bármi. Így. Jó. Jó, de akkor mögé kell tenni ezt a sötétet, ha. És akkor azt mondja, hogy levisszük a frekvenciát. Jó, és akkor elkezdem rázni, pontosabban csak ráeresztem a, látszik, hogy remeg, és növelem a frekvenciáját. És itt van az első álló hullám, gyönyörű. Gyakorlatilag ez 19,7 Hz-nél. Hát ott a csomópontok azok sajnos nagyon nem vehetők ki, egy kicsit elmosódás van azért benne, de itt, meg itt látszik csomópont, és természetesen itt is. Jó,
tovább növelem a frekvenciát, akkor innen elhangoltuk, és azt is lehet látni, hogy csak bizonyos frekvenciáknál következik be ez az állóhullám, tehát szigorú feltételeknek eleget kell tenni. Éme a következő állóhullám. Szintén látszanak a csomópontok. Itt is, itt is, itt is, itt is, itt is. És a kémikusok, hogy a tanár úrnak is, hogy is mondjam, csak kedvezzek, mert a fizika azért együtt dolgozik a kémiával, nagyon szeretik ezt a modellt az atomfizikába használni, mert olyan képszerű, hogy úgy gondoltunk első körbe, aztán rájöttek a fizikusok, hogy nem teljesen jó a modell, de első körben nagyon jó, hogy az atommag körül az elektronok hullámként viselkednek, de nem lehet akármilyen hullámhosszuk ezeknek a hullámoknak. A hullámhossz az gyakorlatilag a teljes oda-vissza hullámnak a hossza. Tehát két nem szomszédos csomópontnak, hanem a két egymástán harmadik csomópontnak a távolsága. Na most ebbe az esetben egész számszor kell ráférni a hullámhossznak erre, és ez nagyon nagy segítség volt, vagy tulajdonképpen adta magát a fő kvantumszám fogalmához, ami azt mondja, hogy az elektronnak az energiáját az úgynevezett fő kvantumszám szabja meg, ami 1, 2, 3, 4, 5, 6 egész szám. Tehát, ha itt megnézzük, akkor hányszor fér rá az egész hullámhossz erre a gyűrűre? Egész számszor. És ez adta a modellnek a mintát, hogy ilyen, tehát ezt használták az atomfizikát képszerűen leíró, vagy az atomokat képszerűen leíró modellhez, a kémikusok is. Aztán a fizikusok mondták, hogy sajnos ez nem teljesen jó, de első körben azért jól használható volt. Köszönöm szépen, és akkor a következő kísérletbe még tovább fokozzuk ezt az álló hullám dolgot, mégpedig kedvenc kísérleti eszközömet előveszem, ezzel, ha meglátnak a városba, sajnos most így éppen nem látszik, de mindjárt kapcsolunk egy villanyt addig, amíg ezt megmutatom, meg az előkészület tart. Így már jobban látszik, mit keres a fizikus kezibe a vonó. Hát megszólaltatunk valamit vele, mint ahogy a zenészek is csinálják, de ez azért a vájtfülűek kedvéért mondom, nem lesz kristálytiszta zenei hang. Most még nem lesz, aztán majd olyat is mutatunk. A kísérlethez egy üveglemezt használok. Az üveglemeznek a közepét megfogjuk erőteljesen, majd aztán lehet látni a kivetítésen is. Jó, most már lehet, mert azt kell látni, ami itt van előttem, kivetítve is. Hát megfogtam ezt a, itt az üveglemez ugye most átlátszó, de hogy lehessen látni a üveglemezt még jobban, megpergetem sóval. Megsózzuk, megborsozzuk a konyhába, adva van az eszköz, minden eszköz hozzá. Igazgató úr majd a hónap a takarítónéni, ha reklamál, akkor nála, hozzám lehet küldeni. Hát megsóztuk, megborsozzuk, itt van a hegedűvonó, és természetesen gyantázunk is, ahogy a nagykönyvben meg van írva, tehát a vonót a gyantához hozzáigazítjuk. Ezt a Béres Karcsi bácsitól kaptam, ezt a gyantát, örök élet. Amíg ezt el nem vonom, el nem használom, el nem kaptatom, addig lehet fizikai kísérleteket. A vonót pedig egy kiszuperált vonó, már nem használják a zenészek, és ezt én megkaptam ajándékba. Na most a dolog lényege a következő, hogy ezen az üveglemezen, leülök, ezen az üveglemezen megpróbálunk álló hullámot csiholni. Ezt a következő képen tesszük, mint a nagyművészek, én megnézem a távolságot, beállítom a magasságot, és akkor hozzá készülök akkurátusan,
És itt a szélén, az egyik élének a közepén megpróbálom meghúzni a vonót, és a másik kezemmel pedig megfogom a csücskét. Most néhányszor körbehúzzuk rajta, és ha látszik valami, akkor azt úgyis észre fogják venni a képben. Kérem szépen, mondja meg nekem valaki, hogy ezt így fújva oda tudnám-e söpörgetni. Vagy ez nem a véletlen műve. Itt ezen a helyen duzzadó hely van, itt pedig nem csomópont, mint amiket itt láttunk, hanem csomóvonal. Tehát ezek a csomóvonalak mutatják, hogy ez a lemez úgy jött rezgésbe, és az állóhullám úgy alakult ki rajta, hogy most a pontok sokasága az állóhullámnak azok a pontjai, amik nem mozogtak, egyáltalán azok vonalba rendeződtek, és egy ilyen szép mintázatot adott ki. Itt pedig, ahol húztam a vonóval, itt pedig duzzadó hely volt, mert itt rezgett legjobban. Most ez csodálatos kísérlet, Gladni-féle kísérlet, 1672-ben próbálkoztak ilyen lemezen kialakuló álló hullámokat gyártani. De ma már a mostani technikával, ha én odafogatok ennek a rezgő pontnak a közepibe egy lemezt, és azt szúrom meg sóval, akkor egyszerűen csodákat fogunk látni mindjárt. Csak be kell fogadnom, és akkor át kell települnöd ide, ha... Jó lesz, az majd látszani fog a vonal. És most kicsit magasabb frekvenciával kell rázni ahhoz, hogy ezen a lemezen is kialakuljanak az álló hullámok. Tehát lesz majd olyan fülsértő hang is, úgyhogy olyankor tessék befogni a fület, ha zavaró ez a hang, mert most átkapcsolok egy 1 kHz-től 10 kHz-ig frekvenciára. Most már lehet hallani, és bizseregnek is a sószemcsék, de elkezdem növelni a frekvenciát, azt halljuk is, és ahol az állóhullám ki tud alakulni, bocsánat, fület befogni, köszönöm szépen. Tovább viszem a frekvenciát. Hoppá! Mi ez, ha nem művészet? Még tovább visszük a frekvenciát. Háziasszonyok, nagyon figyeljenek, hogy az asztalon a sót a konyhába hogy kell összesöpörni. Semmi más nem kell hozzá, csak egy ilyen frekvencia generátor, és mintára lehet söprögetni a sót. Fület be kell fogni időnként. Talán nézzünk még egyet, ha adja, mert annyira szép. Nem tudom, hogy tetszik lenni vele, én élvezem. Még hol tartunk? 5 kHz-nél. De még van benne spiritus. Különféle ábrákat tudunk előállítani vele, és szemet gyönyörködtető ábrákat. Na most ehhez kell az előadás közben ez a kivetítés, hogy az ember onnan hátulról is élvezze. Hát ezért szoktunk a tanár úrral itt összedolgozni, hogy tessék megnézni, szebbnél szebb ábrákat tudunk, és akkor nyilvánvaló most már az álló hullámról mindent tudunk, mert ott, ahol nincsen só, itt biztos, hogy duzzadó hely van, itt meg csomóvonal. És ez anyagtól, anyag összetételétől, rugalmasságtól függő, meg a frekvenciától, hogy hol alakul ki ez az álló hullám. Hát most egyik helyről a másikra átmegy, és akkor átugrunk egy-egy ilyen pontot, de azt hiszem, hogy ennyi elég is volt belőle, mert annyira szépek, hogy most már olyan magas frekvenciáknál tartunk, hogy annyira nem zavaró, bár még csak 8 kHz a frekvencia, de hát kérem szépen, ezek az álló hullámok, és ilyen csodákat lehet vele
készíteni minden különösebb erőködés nélkül, és a húron kialakuló álló hullámok azok ugyanígy működnek, mint ahogy itt most előállítottuk. Lépjünk tovább, köszönöm szépen. Itt csak az az érdekes, hogy az adott hosszúságú húron, tehát ez a frekvencia alakul ki, ami terjedési sebességtől, mármint a húron szaladó hullámnak láttuk itt, hogy a megütött rugón milyen sebességgel haladt a hullám, ez gyakorlatilag hangsebességgel is tud szaladni egy kifeszített húron, azt nem látjuk nyilván. De ettől függ, és a húr hosszától, hogy mekkora az alaphangnak a frekvenciája. Tehát amikor a gitárhúrt megpendítjük, akkor ugye adott feszessége van, azzal meghatároztuk a sebességét, és a hosszával pedig a hang magasságot, és azt be lehet hangolni bizonyos frekvenciára, akkor az megvan. Ha lefogjuk közelebb, akkor egy rövidebb húrnál magasabb frekvenciájú hangot hallunk, tehát így működik a gitár. És a kétszeres, tehát az álló hullámnál, amikor két duzzadó hely van az adott hosszúságú húron, akkor frekvenciába ez könnyen bizonyítható, hogy az kétszerese az alaphang frekvenciájának, tehát ez az oktávhang, az kétszerese az alaphangnak. És akkor néztük a körbe haladó, tehát ez az, amit mutattam, hogy a kémikusok is szeretik, mert a fő kvantum számnak megfelelő. És akkor ez a Kladni ábra, bocsánat, a évszámot el, a 7-est meg a 6-ost főcserétem, mármint 1600, nem 1600, 1876, nézzék el nekem, és ez akkor is csodálatos, hogy ilyen hangábrákat lehet előállítani, amiket most már mi is tudunk egy ilyen rezgő lemezzel. Nos, a hangokról még egy kicsit értekezzünk. A köznapi értelemben, ugye, ami a hangérzetet kelt, azt hangnak hívják, fizikai értelemben azonban úgynevezett longitudinális mechanikai hullám, aminek a frekvenciája 20 Hz-től 20.000 Hz-ig terjed. Na most ezt ráöntöttem a közönségre, nem akartam ilyen késői órán ilyen csúnya szavakat használni, lefordítom. Az, hogy longitudinális a hullám, az azt jelenti, hogy így rezeg, miközben halad. Tehát így rezeg. A húron kialakuló, az transzverzális volt, mert erre halad, és így rezgett közbe a húr. Tehát ez a kettő közti különbség, ez gyorsan túl jutottunk rajta. A 20, a mechanikai hullám az, hogy kell hozzá a drót, kell hozzá a húr, az anyag, a levegő a hanghoz, a levegő, tehát anyagi közegben terjed csak. Vákumban nem, anyagmentes térben, míg a fény az képes vákumban is terjedni. 20 Hz-től 20.000 Hz-ig, tehát ez a rezgés, amit ott láttunk, az másodpercenként 20-as rezgéstől hallja a fülünk elvileg, 20.000 Hz-ig, a gyakorlatban persze nem vagyunk ilyen jók. Ez a HiFi szabvány, tehát a nagyon pontos hanghűségű szabványnak megfelelő frekvencia szélső érték, és ezen belül torzításmentesen kell átvinni az erősítőknek, az a HiFi. De nekünk ez csak egy háttérinformáció. És a következő fogalom az interferencia, ami a hullámok találkozásánál létrejött, gyakorlatilag a húrokon is már ezt láttuk, amikor hullámhegy hullámhegyel találkozik szembejövő hullámoknál, vagy akár utolérő hullámoknál is, dupla akkora amplitúdóval rezeg, tehát összeadódik a hullámhegy, amikor meg hullámhegy hullámvölgyel, akkor meg kioltják egymást, tehát ezt is csak hullámok tudják. Na most erre mindjárt nézünk egy kísérletet, amit úgy hívnak, hogy lebegés, és szintén használják a zenészek, amikor hangolják a hangszert. Abból tudják, ha két közeleső frekvenciájú hangot hallunk, itt most én megütök egy hangvillát, ami a vájtfülűeknek is mondom, ez normál A-hang, másodpercenként 440 Hz, ez tényleg annyi, de akár akarják, akkor meg is mutatom, megmérjük. És megütök egy másikat, ami nem egészen 440 Hz, kicsit odébb van. Most ha a kettőt egyszerre hallgatjuk, akkor jön létre a lebegés, az interferencia. Tessék hallgatni?
hol erősödik, hol elhalkul, hol erősödik, hol elhalkul. Most ez főre is érdekes, de még érdekesebb, ha megnézzük kivetítve, mert az oszcilloszkópon meg tudjuk nézni, hogy ez elektronikusan hogy jelenik meg. Tehát ha a mikrofont oda teszem, és a mikrofon elektromos jellé alakítja ezt a hullámzást, ezt a hangot, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen az idő függvényében ez hogy változik, ez az erősebb, meg gyengébb, az az átmenet, az a hullámzás. Most ha megvan a képünk, és jó, csak nyugodtan. Mikrofont bekapcsoljuk, és megütöm a hangvillát, gyönyörűen látszik a hullám. És még most is halljuk, de egyre kisebb amplitúdóval, tehát annak a, és most az én szövegemet is látjuk, tessék figyelni, 1, 2, 3, 4, én a mikrofon, ebbe a mikrofonba beszélek, aminek az oszcilloszkópon látszik a jele, tehát ez is valamiféle hangeffektus, amit az elektromos jellé alakítottunk. Természetesen ez sokkal szebb. Ez tiszta hang. Ezt hívják a tiszta hangnak a zenészek is. A tiszta, ilyen szép hullámos, nagyon tiszta, vágyfületnek mondom, színuszos. Tehát ez a színusz hullám. Ez gyönyörű szép hullám, és ilyen a tiszta hang. Na most nézzük meg, ami miatt elővettük ezt együtt, és akkor megpróbálok közben nem beszélni, az én hangom ne zavarja a képet. Tehát megütöm az egyik hangvillát, meg a másik hangvillát is utána, ami közel azonos frekvenciájú. Egyik, bocsánat, ott látszik az erősödés, halkulás. Még egyszer, mert nem jól ütöttem meg. Itt van. Ez a lebegés. Ennek a lebegésnek a frekvenciáját én az egyik hangvillára egy ilyen csatolót tettünk, egy külön vasdarabot, oda szorítjuk, akkor elhangulja a hangvillát. Hát ez csak azért a játék kedvéért, és akkor a lebegésnek a frekvenciája változik meg. Tetszik hallani? Sokkal gyorsabb. Tehát ez a vibrálás, és sokkal lágyabb, hogyha közelebb vannak egymáshoz a frekvenciák, és eltűnik, ha egyforma lesz a két hang, akkor már nem jelentkezik, tehát ha minden igaz, mind a két hangvilla egyforma, hang, egyforma frekvenciájú hangot ad ki, akkor nincs lebegés, így lehet két hangszert egymáshoz hangolni, hogy hallja a zenész, hogy megütik a zongorán a hangot, ő pedig a gitáron mondjuk, vagy a hegedűn addig erősíti, vagy gyengíti a feszítést, amíg ugyanolyan hangot nem hall, megszűnik neki a lebegés a két hang között. Ezen túlmenően még tudunk mi egy olyat is, hogy mi van akkor, ha ilyen abszolút nem szép hangot szólaltatunk meg, mint ez a síp. Látszólag minden rendben van, de most ennek a sípnak a hangját és az emberi hangot is megállítjuk, fölvesszük a számítógépre, mint egy magnó fölveszi, de ki tudja nekünk rajzolni, tehát mint az oszcilloszkóp, de megállítva, és tudjuk elemezni, hogy hogy néz ki a hangnak a képe. És akkor ehhez most gyakorlatilag egy újabb készülék következik. Addig, amíg bemelegszik, addig. Jó, ezt itt már közben lekapcsoljuk. Egy pillanat, egyszer is kapcsoljuk nekem, mert akkor mondhat. Köszönöm. Köszönöm.
a számítógéphez is hozzákötünk egy mikrofont, egy pici kis mikrofont, és egy olyan programot használunk, ami mint egy magnetofon fölveszi ennek a hangját, de gyakorlatilag ezt is megtehetjük, hogy először a szép, tiszta hangot hallgatjuk meg. Azt mondja, hogy... itt van a fölvett hang, látszik, hogy elhalkul, de most egy részét kinagyítjuk, és úgy tanulmányozzuk, mert akkor jobban látszik. Tessék nézni. Gyönyörű, szép színuszos. Most ha megnézzük a sípnak a nagyon csúnya hangját, akkor ennek a hangképét fogjuk látni mindjárt a képernyőn. Ennek már nem olyan szép színuszos. Az első etapban túl erős hangot adtam ki, és túlvezéreltük, tehát már kilógott a széle, a jelnek nem is tudta odaírni, ezért olyan szögletesnek tűnik, pedig ez csak annyi, hogy túl nagy volt a hangerő. A következőkbe már belefértünk, tehát direkt visszább vettem a hangerőt, de a hangnak a képe az gyönyörűen látszik, és ebből is megnézünk egy részt, mondjuk ezt, fölnagyítjuk. Ez már nem annyira szép színusz, tessék megnézni, hogy mennyire recés. Ez már nem tiszta hang. De ennek a képe, ha rögzítjük, akkor ez ad egy képet, és ez a hangnak a képe. Ugyanígy gyakorlatilag az én hangomat is, ha ezt vesszük föl, akkor elemezni lehet, és erre külön tudomány fejlődött ki, hogy ezt a hangképet elemezni lehet bizonyos összetevők tekintetében. És még érdekesebb, fizikusok tudják, hogy ezt a nagyon akármilyen szögletes hangképet vagy hangot a szép színuszosból össze lehet pakolni, csak megfelelőképpen kell interferálni őket, összerakni őket, és elő lehet állítani. Ez is egy külön tudomány, gyönyörű tudomány, tehát az én tudományom. Nagyon szép tudomány. Kérem szépen, ez a hangnak a képe, és ilyet is láttunk. És akkor a fényre is rávilágítunk. Nevezetesen a hanggal kapcsolatban, ha még visszaemlékeznek néhány perccel ezelőtt, azt mondtam, hogy 20 Hz-től, tehát másodpercenként 20 rezgéstől 20 ezer Hz-ig tart. A látható fénynek a frekvenciája olyan 10 a 14-en Hz. Hát ez olyan hosszú szám, hogy ki se tudom mondani, milyen hosszú, tehát sok-sok milliárd rezgés egy másodperc alatt. Óriási különbség, már ebben is. Arról nem beszélve, hogy a fény az képes anyagmentes térbe is haladni, míg a hang, ahogy láttuk, csak valamilyen közegbe, vízbe, levegőbe, vasba, akármibe, de a vákumba nem. Tehát az űrhajósok, ha kimennek a űrsétára, akkor nem tudnak egymással kommunikálni, csak hangerő, tehát ilyen elektromos berendezésen keresztül. Közvetlenül nem hallják, mert vákum van odakint. Tehát szkafanderben vannak azért, mert a vákumot az emberi szervezet sem szereti egyébként se, tehát nem viseli el, finom voltam, és a hang pedig nem terjed. Tehát ilyen óriási különbségek vannak. Mégis most arra vállalkozunk, hogy ugyan hullámos ez is, mármint a fény hullám, kicsit nehezebb oszcilloszkóppal megmutatni, de meg lehet,
transzverzális hullám, tehát ahogy halad arra merőlegesen rezeg, ezt is megtanultuk, vákumban is terjed, és hát a hullám hossz, az két hullámhegynek a távolsága, ilyen fogalmakat tudunk, az amplitúdó, hogy mennyire rezeg, ezeket már hangtamból mind tudjuk, de most valahogy a fénnyel kapcsolatosan kéne mondanunk néhány dolgot, és akkor azt találtam ki, hogy időnként a fény és a hang együtt alakítják a természet bizonyos részét, ami néha titok marad előttünk. Tessék megnézni ezt a fotót, az én kezemet ábrázolja, az talán ismerhető, fölismerhető. Egy lufi elpukkasztását ábrázolja a kép 10 000 másodperccel a tűszúrás után. Egy tűvel kipukkasztottam a lufit. Otthon készült a nagyszobában. Hát ez az, amit elrejt a természet előlünk. Ezt nem látjuk. Hogy a fenébe lehet ilyet csinálni? A végén elmondom. Most mutatok még néhány hasonlóan érdekes, legalábbis remélem, hogy hasonlóan érdekes. Tehát látszik a tű a kezembe, és az, hogy már szétnyílik félig a lufi. És azt fényképeztük le. Hát ehhez kellett a fény is, meg a hang is. Következő képen egy lufit vízzel töltöttem. És azt fukkasztottuk ki, és azt fényképeztük le. Ott van a víz, a benne lévő gömb-szerű valami, még egybe van, de már a lufi anyaga lefeslett róla, és kiszőrözte. Szőrös lett a víz. Olyan, mintha szőrös lenne. Lefeslett róla, és így néz ki, és a következő 10 másodpercben, tehát ez is 10 000 másodperccel készült a pukkanás után, következő 10 000 másodpercben, vagy 1 000 másodpercben szépen lehullik a víz mennyiség, és alá tettünk persze egy üvegkádat, hogy ne. Az első kísérletnél mind rám jött. Tehát ez vele jár a kísérletezés. Aki nem vállalja, ezt ne kísérletezze. Mutatok még egyet. Ez is ugyanolyan technikával készült. Egy boros poharat, üres boros poharat talpával az üvegkádba lévő vízbe ejtettünk bele. Ejtett bele a tanítványom, megmutatom. Burgman Róbert szeretett bele ebbe a technikába, és elkérte a technikát, és őnek egy profi berendezéssel készült. Akármelyik reklámfotós megirigyelhetné. A talpas pohár, amint szétfröccsenti a vizet az akváriumban, mert ez egy üvegkád, és közben megváltozik a víznek a fénnyel szembeni tulajdonsága, az átláthatósága, azért, mert levegőt vitt bele a pohár, és ez a fölfröccsenő víz egy 10 000 másodperces időpillanatban itt látszik. Hát kérem szépen, a technika ennyi. Sötét szobába kell csinálni, előtte beállítani a fényképezőgépet, és beállítani a élesre az adott tárgyra, a lufira vagy a akváriumra. És csinálni kell egy mikrofon erősítőt, meg egy elektronikus kapcsolót, nehogy azt higgyék, hogy ez bonyolult, én is meg tudtam csinálni. És azt kell a vakuval összekötni, mert a vaku, ha megnyomjuk az exponáló gombot, ezt a kontaktust, ez egy elektromos kontaktust, ezt érzi és villan egyet. Egy milliómod másodpercnyi impulzust. Fényimpulzust bocsájt ki, ahogy a tanár úr mutat. Na most, hogy a vaku mikor villanjon, ezt fogja a hang vezérelni. És attól függően, hogy milyen messzire teszem a mikrofont a pukkanás helyétől, a lufitól, attól függő 10 000 másodperceket tudok beállítani, mert a hang, ahogy megtanultuk, mekkora sebességgel megy a levegőbe? Nem baj, még neked nem kell tudni.
Persze. Uram, fantasztikus, tanul neki. 340 métert tesz meg másodpercenként. Tehát, ha én odaállítom egy 50 centire, a 10.000 másodperc alatt megteszi ez az óriási sebességű hang, és akkor villantja a vakut. De sötétbe kell lenni. Na ezért ment rám a víz. Első körben, hiába tettük oda a tepsit, abból főfröccsent, és mind rám ment. A gyerekek nagyon örültek neki, utána, amikor fölkapcsoltuk a villanyt, de érdekesebb kísérleteket lehet elvégezni, és semmi bonyolult nincs benne, ennyi az egész technika. Tehát fotósok is megirigyelték tőlem, úgyhogy itt kapcsolódik össze a hang meg a fény, hogy ennek a hangnak a sebessége ezen az úton szabályozható, hogy milyen késleltetéssel csináljuk a fényképet az esemény után, és érdekesebb képeket lehet csinálni. Na, az utolsó körbe kanyarodtunk, és akkor remélem, hogy nagyon nem vettem igénybe a türelmüket. Ez pedig a hallható fény. Hát mondtuk, hogy a frekvenciája az nagyon messze esik, a 20.000 Hz-et se halljuk, ez meg sok-sok millióval odébb van, tehát valahogy ügyeskedni kell, hogy ez összejöjjön, úgyhogy azt csináljuk, hogy egy fotodiódát fogunk a fényforrással szembe állítani, és felerősítjük a hangját egy hangszóróba, ennyi az alapötlet, és akkor a bekapcsoláskor, ezt most nem tudom, akarod, hogy lesz közben. Jó. Lássák majd, hogy egyszerű megcsinálni egy ilyen eszközt. Igen. Tehát szól a zene. Lehalkítjuk mind a két csatornáját, még egyelőre maradhat a fény, csak ha a lacit zavarja, akkor. És a CD lejátszóból kijövő hang, sztereó hangnak az egyik csatornájára egy külön erősítőt kapcsolok, vagy külön jelforrást, aminek ebben a dobozban van egy kis elektronika, amiben benne van a... Benne van a fényérzékeny dióda itt. Most ha bekapcsoljuk ennek is a áramkörét, mert ehhez kell egy 5 voltos feszültség, és felerősítjük az egyik csatornának a hangját, azt a csatornát, amelyiket most erősíteni akarunk, és a fotodiódához van kapcsolva, akkor egy zseblámpával, ha mocorgok előtte, változik a fény intenzitása, halljuk, hogy recseg. Ha ezt a fény folyamot én egy fésűvel szabályosan megszaggatom, akkor egy ütemes hangot hallok, ez már hang, de a fénnyel csináltam. Tetszik látni? Oké. Megvan a fény. Honnan látjuk? Mi ez, ha nem egy tévé távirányító? Ebből is fény jön ki, de infravörös szemmel nem látható fény. De tessék csak nézni, hogyha felé irányítom. Hangfrekvencia ütemébe ad ki fényjeleket, és ez a fény érzékeny dióda ezt felerősíti. Ennek a jel. Oké? Fényből hang. Még egy dolog. Ez a kis zseblámpa égő, ez most a hálózati váltakozó feszültségre kapcsoltam egy trafon keresztül, persze ugye a 230-tól minden gyerek tudja, hogy ez elszáll, nem is szabad vele a gyereknek kísérletezni, de ez 6 voltra letranszformálva gyönyörűen működik.
de hallotta-e már valaki ennek a hangját? Kezed föl, aki hallotta. Most már hallotta, most már könnyű. Ja? 100 herces hang. Honnan a francból jön ebből a zseblámpából 100 herces hang? Hát onnan, drágáim, hogy azt nem látjátok, hogy ez fölerősödik, meg elhalkul. Fölerősödik a fénye, meg elhalkul, mert 50 herccel tápláljuk, és az 50 hercben két ilyen hupli van. És ő neki mindegy, hogy ez a hupli fényesíti, vagy ez a hupli az 50 herces frekvenciából. Mindig erősödik, meg halkul. Tehát más percen, vagy a egy periódusban kétszer, azaz egy más percben 50 periódusban, 50-szer 2, 100-szor fényesedik, meg elhalkul. Íme a bizonyíték. Ő észreveszi, hogy felerősödik, meg elhalkul másodpercenként 100-szor. Ugye, hogy milyen érdekes ez? Hát még a következő. Ez a fizikus gitár. Kérem szépen, itten mi ez, ha nem egy kalapgumi? Onnan hoztuk. És rezeg. Most már csak meg kell szólaltatni. Ezt a fényérzékeny diódát ide hoztam, majd megvilágítjuk, átkapcsoljuk a gitárra, mert ide van bedugva ebbe, csak a másik oldalra. Most ne ez legyen érzékeny, hanem a gitárnak a fényszedője, és bekapcsoljuk a fényt. Hoppá! Lejjebb vigyem. Hoppá! Hát ez egy rendes gitár. Hát most a nyakamba is akasztom úgy, ahogy a rendesen lesz kell. Fizikustól ilyet még úgy se láttak. Rendesen szól, adunk rá egy kis kakaót. A technikáját, nem tudom mennyire látszom, gyönyörű, a technikáját, az különleges technika, itt behangoltuk, látszik a hangsor, körülbelül egy oktávnyit lehet elmenni vele, és a technikáját megmutatom, ha valaki majd ki akarja próbálni, ez a háromszög itt megfogható a bal kezemmel, úgy, hogy az egyik ujjammal leszorítom az éléhez a húrt, mert így tudom a hosszát változtatni. Láttuk, hogy a hosszától függ a frekvenciája. Hallgassuk csak! Fantasztikus! Kérem szépen! Gyerekek ezt irigyelték el tőlem, le akartak szerződtetni egy zenekarba, de mondtam nekik, hogy gyerekek, majd ha befutott zenekar lesztek, akkor tudtok annyit fizetni, amennyire elvállalom, mert ilyen a világon nincs, kalapgumiból gitár. Hát a vágyfülűektől azért elnézést kérek, hogy most elfelejtettem behangolni előtte, rendesen, de működik a gitár. Lehet látni, ahogy mozog a fény előtt, szaggatja a fény útját, és ezt erősíti föl, semmi más dolog nincs, csak felerősítettük a rezgést, a hangfrekvencia tartományába eső rezgést, az erősítővel, és gyönyörű hangja van. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Akarja próbálni, nagyon szívesen itt vagyok, felügyelet mellett ki lehet próbálni, de ez egy élmény, nekem is az volt, mikor először megszólalt, azt hittem, hogy valami baj van az erősítővel, és azért szól, de egyszerűen nekem legalábbis a szívem csücske, és szeretem hallgatni. Kipróbálom? Nem mered? Gyere! Föl is veszed, vagy csak itt? Föl is veszed. Akkor rendesen bújj bele, úgy, fordulj arra, és akkor neked is szól. Akarod lefogni is? Jó, engedd, úgy.
ide kell a két ujjaddal így megfogni, és utána a harmadikkal meg leszorítani. Na, próbáld meg. Le kéne szorítani ide, mert akkor az a hossz változik. Az a hossza változik a húrnak. Hogy szól? Szóval. Szerintem. Ügyes. Kapcsoljuk meg. Jó. No, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és remélem jól szórakoztak. Én jól szórakoztam. Köszönöm szépen. Helyet mostatok. Viszontlátásra. Koncertek úgy szólt, hogy ilyenkor még van egy ismétlés. Még egy ráadás, nem tudom, van-e készültél ráadással? Ráadással nem készültem, de szívesen meséljek. 101 néhány kísérletből válogattam össze az egy órás előadást, és borzasztó nehezen tudtam választani. Tehát most kimaradt egy csomó, most például szembesültem azzal, hogy van egy földgömböm, aki a műfázban látta már azt a előadást, ahol bemutattam, hogy lebeg a levegőbe a földgömb, az most éppen beteges, mert a tápegysége elromlott, és azt nem hoztam magammal, utolsó pillanatban le kellett tenni, de 101 kísérletem van, ami ilyen kidolgozott, mint ezek, és élvezem az előadását. Én most nem készültem külön kísérlettel, mert amiket hoztam, azt megmutattam, de ha valamelyiket újra föl akarjátok tenni, tetetni velem, akkor visszahozzuk. Ha van ilyen kérés, azt szívesen megtesszük. Ha valamelyik annyira érdekes volt a gitáron kívül, akkor te gondolom ennyi elég is. Hát akkor nagyon szépen köszönjük, én szeretném megköszönni neked és a kollégádnak a köszönöm szépen a kedvességét. És a nagy tapsot még megérdemel. Két dolog jutott eszembe, egyrészt, hogy szerintem lehet ezt még folytatni, ha 100 egy kísérleted van, és most 5-öt néztünk meg, az azt jelenti, hogy legalább 20-szor még tudsz előadást tartani nekünk a következő 3 évben. A gyantáról is azt mondtam, hogy még el nem kopik, addig lehet, hogy ezt okozhatjuk még. És azon is gondolkoztam, mint látod, nem komoly médiastábunk van, miért ne lehetne a tankerületnek ebben neked segítséget nyújtani. Ha akarsz videófelvételt készíteni a kísérletekről, készítünk egy tankerületi Türi László DVD-t, vagy akármilyen. És örömester, az interneten van egy honlapunk, amire a vázlatát, a prezentációját fölraktuk, Fizikus Klub az a címe, és bárki hozzáférhet, tehát én ezt direkt azért csinálom, hogy segítsek a kollégáimnak, akik fel akarja használni, ezeket felhasználhatja. Persze abból még a kísérlet nem biztos, hogy előjön, azt látni kell, meg kidolgozni, de az ötleteket el lehet lopni, és a prezentáció az egy vázlatot ad, tehát ezeket mi már elindítottuk. 10 előadásunk volt a Művelődési Színház termében, pontosabban a moziban, ahogy elkezdtük, és hát azóta jött össze ez a 100 kísérlet, ami, hát mondom, az egyik közelebb áll a szívemhez, mint a másik, nehéz választani. Hát lehet, hogy akkor tudunk esetleg együtt dolgozni, készülni ebből egy jó felvétel. A másik, ami már a következő Szabad Egyetem, most stílusos legyek, a következő Szabad Egyetem előadói levegő hullámokat és álló hullámokat fognak előadni. Tárogató és brácsa. Gyönyörű. Következik a Tedék József és barátai fognak egy koncertet adni 26-án hétfőn este 6 órakor. Sok szeretettel várunk ismételten mindenkit, és köszönöm, hogy eljöttetek. Vigyétek hírét a CDD-i tankerületi Szabad Egyetemnek, ami még egyszer mondom, mindig ez a novum, ilyet más tankerület nem csinált. Mi ebben újdonságot hoztunk, és még egyszer köszönöm tanárunknak az előadását, és sok sikert kívánok!